csánépek. Polákmentes szervereket kívánok. Hoztam egy csatát az ISU 152-vel, a 8-as ruszki TD-vel. Na, kapunk egy 152-es gánt, 14-85-nél töltjük újra. A pálya az Erlenberg, tier 10, szerencsére nincsen köcsög a csatába. Na, nézzük. 260-as PEN 750-es alfa a goldunk, APCR 292-es PEN 750-es alfa, meg van benne egy pár repesz, bár soha nem használtam, de ha kell, akkor nagyot bírítő 90-es PEN 950-es alfa. Nem használok semmiféle harcszeri módosítást, attól függetlenül szeretem ezt a isut, és már nagyon régóta megcsináltam rá a kettő gunmarkot, bár hozzá kell tennem, hogy eléggé troll bír lenni ez a gun, tehát van, amikor úgy működik, mint az álom, van, amikor meg az arcába is mellélősz mindennek. Ez egy szerencsés kör lesz, mert szerintem elraktam a replayt, bár nem emlékszek már a csatára, hogy őszinte legyek, megmondom a frankót. Na mindegy, speed boost, szokásos kis jobb oldalt dekkolok a verdámmal, és várom a felsejlő lőnivalókat. Estérve itt van mellettem, skorpiógész szerintem az AFK, vagy valamit ott bütyköl az asoron, nem tudom. Na mindegy, megyünk közelebb a feladathoz. Sokat nem fogok tudni lőni, de a 3,5K jól tudom, akkor meg lesz. Lesz egy-két szerencsés lövésem, de lesz egy-két szar lövésem is. Na, mennek előre, progettunk, már valakivel veszekszik is. Itt van a Ru, a Light, az STB is megvan. Úgyhogy igazából lesz itt még mit lövöldözni. A 13-90. Igen. A nem forgó tornyos Ferdának van az a hátrány, hogy csak egy darabig tudod kiforgatni az ágyút jobbra és balra. Most a 13-90 egyelőre megúszta, de nem lesz majd olyan szerencsés. És nagyon szar legénység is lehet a csávónak a 13-90-é, mert ez olyan, mint ha elsütném bazd meg a halálcsillagot, tehát mindenki látja, ellövöd magad az isúval. De a 13-90 nem fog tudni engem, vagy nem spotol ki engem. Na jó, van mindegy. Nézzük majd, hogy mi lesz. Nyomom a speedboostot, mert előbb-utóbb beficcen. Megvan a 13-90, nézi ezt a sarkot. Én meg gyönyörűen kupolálőttem egy 7-59-el. És nem használok rajta, láthatjátok, harceri módosítást, csiátszaállót, egyedül csak egy távcső van rajta. Úgyhogy szerencsétlen csórónak nem tudom, milyen legénysége lehet rajta, vagy nem használja ezt a parancsnoki látási marhaságot. Szerintem ez egy light tankra meg szükséges, pláne ezen a magasabb szinten. Nem tudok erre mit mondani. Viszont most ki lettem spotolva, egyértelmű. Szerencsére az estérvét epattintottam valami csoda folytán, bár nem tudom. Na mindegy. Lehet, hogy stokkos gánya van, de nem valószínű. Bár az is át kéne verni az isút, mint a szart. A VT megvan benne a két domb között, azzal nem tudok sajnos mit kezdeni, de már feldolgattunk 1200 kill-re, és lassan az STB is el fogja hagyni a pozícióját, erre számolok is, és próbálok elé célozni a fiúnak. Nice, gyorsan belefutott egy 848-ba, mielőtt leesett volna róla a spot, és tulatok vissza, bár mondjuk ez a tulatási sebesség ez nem túl acélos, bár az istól nem is kell várni gyakorlatilag semmit, ez a TD is csak és kizárólag az ágyújáról szól, ez benne a fun factor. És lassan is úgy is fordulunk, mint a Titanic, kb. Úgy is tolatunk, mint a Titanic, úgyhogy igazából nem nagyon van esélyünk semmiféle közelharci témát lerendezni az isúval. Na, 4-2-re megyünk, talán nem veszítjük el ezt a balhét, bár nincsen semmi garancia itt semmire már. Nyom a speedboostot, mert nem tudok mit lőni, igazából vártam volna egy jóképű spotot, hát az STB lett volna még porondán, ő is benn van a domb mögött, úgyhogy innen tártalan a helyzet, bármennyire is szerettem volna, hogy még a váltafákot megdugni. És igen, céljáztam volna oda, de meg előkerült a váltafák, mondom, elengedtem volna a ház mellé egy vaklövést. És itt még próbálok még mindig kicsit mocorogni, hát ha netán valami. De nem, sajnálatos módon ennek a pozíciónak ez a hátrány, hogy itt gyakorlatilag, hogy innen ki akarsz jönni, akkor menjél vissza a domb mellé. Vagy a domb alá, gyere ki a vízből, és akkor manőverezzél. Így is kell tennem sajna. Úgyhogy még több speedboost. Megyek, mint az állat. Már négyszeres speedboost-tal. Sajnálatos módon tipikus TD-s gameplayt láttattuk. Ez vele jár a TD-s gameplaynél nálam, nyilvánvaló. Keveset használok, roham TD-t, valami kiszpotolt. A Vardefag Panzer 4, ha jól emlékszem, ezt a lövést be tudom neki vinni. Így is van. Kapott egy 742-t, cserébe kaptam az AMX 65-től egyet, bár így számoljuk, akkor teljesen megérte,
mert mégis csak adtam egy 742-t cserébe, kaptam 300-at, vagy 360-at. Na, akkor speed boost, várom a felsejlőket, valószínűleg tartom, hogy az összes valamelyik itt lesz, kivéve az STB-t meg a Battefakot. Ők benn vannak a két dob között a kis ficekben, és senki nem nagyon akar innen előre menni. A másik VTF, VT megvan, rendben van. Igen, ha jól emlékszem, akkor még egyetlen egyet tudok adni az STRV-nek. Szerencsére ezzel a kaliberrel nem nehéz átdurantani az STRV-t, pláne, ha jó pozícióban van. Satobivel nem tudok foglalkozni, de mindjárt megjelenik az STRV itt a házaknak a bal oldalán lesz majd valahol a fiú. Full HP-n, ha jól emlékszem. És tudok is rá egyet verni a fiúra, amint felszpotolódik természetesen. Na, hol vagy kis köcsög? Na, mindjárt jön. Ha? Ott is van, full HP-n. Nice. Ennek kikentem a száját egy kicsit fitma zsírral. Hát a következő lövésre nyilván én már nem leszek úgymond képes, mert hát addig gyorsan bezabálták. Hát semmi nagy extra igazából nem lehetett látni ezzel az isúval, természetesen lehet ennél lényegesen többet is kihozni belőle, de érdekességképpen még annyit hozzátennék az isúhoz, hogy jó ideje lecserélték ezt a gánt, erre a nem tudom milyen gárra, tulajdonképpen most nem tudom nektek megmondani, de ha jól emlékszem, régen a BL7-es ágyúval futkározott, és egy ideje ezt már megkapta ezt a tésztaszűrős végűt. Most a BL7-es gánt, ami annak idején a sima mezei fejlesztő isú volt, mint ez, azt most megkapta az isú 152K. Nem tudom, az isú 152K-t én valamikor annak idején kinyitottam, talán egyet vagy kettőt mentem vele, ez az ágyú is meglehetősen bír troll lenni, de az sokkal trollabb, és igazából az élményét úgymond elrontja, mert sokkal gyakrabban lősz vele mellé. Kettő, az átütése is úgymond kisebb, mint ennek az ágyúnak. Amikor én még működtettem az isút, tehát az első gunmarkot megcsináltam, meg talán a másodikat is, akkor még az az ágyú volt rajta. Jobban működött, mint szerintem az isú 152K-n, vagy lehet, hogy ez csak az én személyes véleményem, észrevételem. Csak úgy ennyit akartam hozzáfűzni ez a csatához, így a végére. Na nézzük! 1 kill, 3549 damage, a többi az meg nyilvánvalóan elhanyagolható, szerintem nézhető kis damázsos balhé volt, ha jól emlékszem, akkor a másik sebzés helyett behúztam ebbe a balhéba. Csá népek!